Na itt vagyok újra, kedves barátaim, és üdvözlök szeretettel, nézzük meg a mai igehirdetést, jó, hogy miről szól. Isten megvédi a jogaidat. Én szolgáltatok nekik igazságot. Igen. Ézsaiás 54 és 17. Nem mutatom, mit van. Hamisan vádoltak Jézust is. Falánk is iszákos embernek nevezték, és bűnösök barátjának. Pál apostolt őrültnek és ostoba fecsegőnek tartották. A Biblia sátánt a hazugság atyának nevezi. János 8 és 44. Ha elkötelezted magad Isten akaratának cselekvésére, az ördög rád fog támadni. És ehhez embereket használ. Igen. Érdekes. Bízom. Ne csüggedj el miatta, és ne esz kétségbe. Isten igazolni fog. Igéje ezt mondja. Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak. Meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni már veled. Ez az öröksége az új szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot, így szól az Úr. Ézsaiás 54 és 17. Ha ragaszkodsz a megtorláshoz, Isten hátralép és rád hagyja. De ha az ő kezébe teszed a helyzetet, az eredmény az ő jóságának és kegyelmének bizonysága lehet az életedben. Ezért ahelyett, hogy panaszkodással töltenéd az időt, imádkozz így. Ragyogjon rá orcát szolgádra. Segíts rajtam hűségesen. Uram, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged. Szégyenüljenek meg a bűnösök. Tűnjenek el a holtak hazájában. Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról. Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz. Ebben részesíted a hozzád menekülőket minden ember szeme látára.
jól elrejted őket, meg őket magadnál az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátrodban, a perlekedő nyelvektől. Zsoltárok 37, 17 és 21. Egyszerűen mondd ezt, Atyám, a te kezedbe teszem ezt a helyzetet. Kérlek, te védd meg a jogaimat. Milyen szép volt ez is. Nagyon szép. Egyre jobbak ezek az igei hirdetések. Na jó, akkor hónap teljesen Istentől függni, az lesz a hónap igei hirdetés. Érdekes lesz, igen, az is. Na jó, akkor a szép álmokat. Minden jót nektek, s akkor találkozunk holnap, jó? Holnap akkor találkozunk élőadásban. Menjünk egyet a természetbe. Kicsit hamarabb fogok most már belépni hónap. Hát sajnos, hogy tegnap is, ma ugye egy kis időt eltűtöttem, ugye zálványt a kerékpár, ugye szereltem, kicsit az ujjamon látszik, hogy sokat húztam ott azt a pecket, vagy mi az ott, ugye, amivel fel kell fogadni. Úgyhogy hát kicsit érzékeny lett az ujjam. Hát igen, úgyhogy ezzel sok időt eltütöttem, igen. Meg takarítás itt a szobába, meg mindenféle, igen. Na jó, akkor minden jót is. Találkozunk akkor hamarosan majd dél felé, vagy lehet a délután. Igen. Na, sziasztok, minden jót. Szép álmokat.